Folytatódik a tippelgetés Gered Bél jövőjét illetően. A Real Madriddal négyszer is Bélt nyert Velszi csatárt már jó ideje nem játszatja edzője Zinedine Zidán. Az előző idény végén mindössze 90 percet töltött pályán, és a legutóbbi Bayern München elleni edzőmeccsen a keretbe sem került be. Nem hívtam be, mert a klub éppen a távozásáról tárgyal. Nézzük meg, mi fog történni az elkövetkezendő napokban. Ezért nem játszott. Ez nem személyes ügy. Egyszerűen csak eljött a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy jobb mellőznöm. Ez nem egy gerett személye elleni támadás, mondta a francia labdarúgó legenda. Bél ügynöke szerint viszont szégyen az, hogy Zidán megpróbálja derékba törni a csatár karrierjét. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez nem sikerül, és Bél rekordfizetésért igazolhat el Kínába. A brit úgy tudja, hogy a Superliga második helyén álló Peking Guan akár heti 1 millió fontot is hajlandó lenne fizetni neki.